Üdvözlöm a szerdezett műsor nézőit, és a stúdióban üdvözlöm állandó vendégünket, Szigeti Attilát. Attila, szervusz! Szervusztok, hello! Attila, mai műsorunkban két téma lesz. Egyik természetesen folytatjuk a új edző témáját. Megkérlek, hogy Ben Storkról beszéljünk majd. És a másik téma a ligás csapatok óniájának döntése arról, hogy hogyan folytatódik a liga. Úgyhogy kezdhetjük a Benddel. Hát én szerintem a Dunaszerdán nincs ember, aki ne várná. Holott olvashatunk olyan véleményeket is, hogy Andorra, meg stb., amit már emlegettünk is, de én azt hiszem, hogy mindenki várja a új edzőt, és ma várja azt, hogy lássuk a csapatot, ha nem is élőben, de legalább a képernyőn, és verjük meg azt a Nagy Mihályt, aki jön ide első meccsre, úgy tudom, hogy az fog játszani. Megmondom őszintén, kimennék arra első edzésre, vagy másodikra, amit Stork fog tartani. Ugye a német edzőről beszélünk, úgyhogy nem fogja elaprózni itt a dolgokat, véleményem szerint. Én csak még annyit tennék hozzá, hogy mikor a magyar válogatott edzője volt a Stork mester, ugye egy olyan Andi Möller volt a segéde, aki hát nem kis futballista volt, és hát egy sor jó meccset és éveket játszott a Bundesligába. És hát nem, szerintem ez magáért beszél az, hogy egy Andi Möller elvárolja a másodedző szerepét egy Stork mellett, akkor ez is mellette szól. Sok mindent nem tudok hozzáfűzni Storknak, mindent el lehet olvasni róla. Én nekem az, amit nekünk adott, és csak ismételhetjük magunkat a magyar válogatott élén, én véleményem szerint rövid távon, amit csinált a magyar válogatott élén, az magáért beszél. Én ugyanezt várom Dunaszerdán, egy olyan fordulatot fog venni ez a gárda, holott én szerintem most le vagyunk egy kicsit engedve. Úgy elmúlt Helder alatta, hogy leengedett a csapat, mert érezhetően le voltunk engedve. Játékosok is nem volt jó hangulat, véleményem szerint, és én szerintem ez azért a Stork neve föl fogja villanyozni az egész csapatot. Pontosan, és sok kritika érte Heldert, meg a stábját, a egyik legnagyobb kritika közé tartozott az, hogy milyen volt a erőnléti jelző. Azt hiszem, hogy itt ezen a téren azért nagyot fog lendülni a csapatnak a minősége. Térjünk a döntésre, a ligás csapatok uniójának a döntésére. Ugye volt több verzió, mit szólsz ahhoz a verzióhoz, hogy 5 fordulót játsznak? Hát ugye, ahogy írtuk is, azt véleményeztük abban a pár mondatban, én szerintem ez a nesze semmi fog meg jól. Még csak salamoni döntésnek se lehet ezt nevezni, mert ez olyan döntés, hogy valahogy kezdjük, valamilyen döntést hozzunk. Szóval kieső nincs, ugye ezt már definitív elkönyvelhessük. Én még azt hittem anno, hogy lesz egy harc, párharc azért, hogy azért a bennmaradó legyen, vagy a fölkerülő legyen. De hát itt most már azt lehet mondani, hogy az a 5 meccs, én szerintem első fordulóval el fog dőlni minden. És akkor most már miért játszunk? Azért, hogy jó, oké, fogunk látni meccseket a tévébe, vagy hogy ahogy le fogják ezt adni, ugye? Reméljük, hogy látjuk majd a dacot a képernyők előtt. De én úgy gondolom, hogy ez egy olyan döntés, hogy egy semmi. Annó igaza volt, hogy Világi Oszkárnak, ami azt mondja, hogy be kell fejezni, és viszontlátás. Vagy ha, akkor 10 mérkőzés. És az a döntés, hogy nem fog kiesni egy csapat se, szerintem egy nagyon rossz döntés. Nem láttam logikát abban az érvelésben is, hogy nem fogják bírni a klubok a angol heteket, hát a lengyelek és még a csehek is azt hiszem, hogy bírják, hát azért már ne vigyük ezt a Fortuna Ligát egy máltai liga szintre, ha a lengyelek és a csehek jó, nagyobb kvalitás, de azért mi is azt hiszem kibírnám 2 mérkőzést hetente, szóval ez egy elég érdekes érv volt. Konfliktusokat okozott ez a döntés a klubok között is. És ahogy néztem, a döntés különböző volt a Szlovannál is, még a Lacnál is, és nem fog jót tenni ez a viszonyoknak se.
Igen, csak még az, ahhoz visszatérve, hogy én jót röhögtem ezen, hogy aki a Szlovák Labdarúgó Szövetség fogja megmondani azt, hogy mit fog egy csapat bírni, meg mit nem. Ez egy olyan jó volt, amit olvastam, akkor nevettem, hát mit törőzte vele, hogy fogják bírni, mert a belüket fogják húzni a pályán, a sónapot, hát akkor miért fotbalista a fotbalista? Hát azért, hogy edzen, ha nem fog edzeni, akkor meccset játszon. És ha nem fogja bírni, akkor rotáljuk úgy. Érdekes még az, hogy nem fogadtuk el a 5 játékos cseréjét, ugye? Ez is egy valami. De térjünk a kérdésedhez, amit mondtál, hogy konfliktus helyzeteket okozott. Hát persze, hogy nincsenek egy véleményen ezek is. És ez is mutatja a Szlovák Labdarúgó Szövetségnek a úgymond gyengeségét, vagyis hát a befolyását. Ugye beszéltünk arról is, hogy milyen döntéseket hoznak. Véleményem szerint sem jó döntés az a 5 meccs. Pontosan ezt a nyitottságot hiányolom, hogy nem volt nyíltan kimondva az, hogy mi is történik. Hát a sajtótájékoztatón a Kozák, a Hunia főnöke azt mondja, hogy nem mondja el, hogy ki miért és hogyan döntött, mert. Hát 2 napig tartott, hogy nem tudta meg, mert azt hiszem a sportban megjelent összes edzőnek, összes klubnak a véleménye és hogy miért. Dacnak más érvei vannak, hogy miért lejátszani, és miért nem. Szlovannak is vannak logikus érvei, és mindenkinek megvan a saját igaza. Azért lett volna fontos, hogy nyíltan beszélnek róla, és valami konszenzus legyen, ne az, hogy ki ugat nagyobbat, vagy ki, vagy hogy a Unió kitől fél jobban. Így van, ahogy mondod. Itt tényszerű az, hogy a legtöbbet mi vesztettünk. Azzal, hogy zárt kapusak a mérkőzések, és azért egy halom pénztől elesik a klub, elesik a tulajdonos, és azért nem mindegy, hogy megnézi egy 7-8. Hát véleményem szerint egy ilyen szünet után, ami most volt, hát egy teltházas stadion lett volna. Akár vírus ide, vírus oda. Én szerintem, hogyha megengedték volna azt, hogy annyi, de hát az is egy dolog, hogy szerintem tanulmányozták a döntéseket a Labdarúgó Szövetség, hogy a nagy nyugati klubok milyen döntéseket hoztak, és mégis hoztak egy rossz döntést. Nálunk a helyzet nem volt olyan vészes, hogy ne ülhessenek le például a kormánnyal, és megbeszélni ezt, hogy pont a stadionok azok az építmények, ahol a legjobban lehet ellenőrizni azt, hogy rendesen zajlanak le a meccsek ebből az epidemiológiai szempontból, hiszen tudjuk azt, hogy ki hova veszi jegyet, tudjuk úgy ültetni, ahogyan mi akarjuk, a bemenetelnél tudjuk kontrollálni, ki van felöltözve úgy, ahogyan kell, kamerák vannak, esetleg a beléptetésnél lehet mérni a lázt is, úgyhogy simán még azt a 2 métert is, vagy a 2 szék különbséget is lehetne, úgyhogy nálunk az a 4000-5000 ember simán bemehetett volna, és még mindig meg lehet ezt oldani, hogy menjen be, mert nálunk 8000 néző jár, ha be tudna menni 4-5000 néző, akkor az még érdekes, nem? Így van. Pontosan én véleményem szerint a stadionunkban megoldható lett volna ez az elkülönítés. Természetesen aztán lehet, hogy lett volna egy konfliktus helyzet abból, hogy most ki mehet be, meg ki se. Ugye a bérletesek itt vannak, a jegyvásárlók is itt vannak. Biztos, hogy konflikt helyzetet szült volna az egész, mert szerintem nem félünk mi annyira a vírustól, már most már, úgy látszik, hogy lecsengeni, látszik, ahogy nem menjünk el egy dacmesre. Én azt hiszem, hogy azért megtöltöttük volna, ha nem is egészet, de a jó felét. Mit szólsz hozzá? Most egy kis más téma. Kmotrík kijelentése, azt ma jelentette ki. Nagyon dühösek voltak, és ott elindítottak egy olyan vonalat, hogy nem csak közös liga, hanem hogy ők kiszállnak, és neveznek majd a Cseligába. Indulatos dolog, vagy átgondolt dolog ezt tőlük? Én szerintem indulatos dolog. Most, hogyha Kmotrík talán a Slovanna indulna a Cseligába, akkor nem játszom Európa kupát. Én véleményem szerint. Önök egy előny az, hogy a Fortuna Ligát játszol. Ne játszom már Kmotrík eszét annyira, hogy itt lenézi a csapatokat annyira. Jó, nem erős ez a Fortuna Liga. Nem azt akarom sugalni, hogy most erős. De most akkor a Dac is azt fogja mondani, hogy kiszállunk innen, és akkor indulunk a NB1-be, a Moldigába, vagyis hogy hát a Magyarországon. Szóval ez egy kicsit átgondolatlan, és akkor most szétpotyog a Fortuna Liga, vagy mi lesz most. Ez én szerintem ezt jobban meg kellene fontolni, ilyen kijelentéseket, mert nem használ a szlovák focinak, szerintem. Pontosan én is, nekem is az jön le,
hogy felkészületlenül ültek le az asztalhoz a klubok tulajdonosaival, és olyan döntést hoztak, ami még több konfliktus hozhat, és simán szétesett a rossz viszonyoknál a bajnokság. Úgyhogy én szerintem nagyon jó lenne, ha leülnének, és még egyszer ezt átgondolnák egészet, hogy jó döntésen már azt hiszem nem nagyon korrigálhatnak, de nem így kell megoldani, ahogy a kozákék oldották meg, szerintem. És én ezt nem tudom, hogy most a klubok is, meg a kontrik is miért emelgeti itt a szavát. Tehát itt a legnagyobb vesztes a DAC. Mármint hogyha azzal, hogy a nézők például nincsenek, milyen nézőszámok volt. Hát, jó, most, hogy kapott egy nemzeti stadiont a Slovan is, és akkor talán 6000-en járnak oda a meccsre. Most meg kell nézni átlagot, hogy nekik, hogy milyen átlagjuk van, vagy hát most már talán kapaszkodnak fölfelé. Meg hogyha megyünk oda focizni, akkor van nekik 12000, vagy hogyan, 14. De mindenféleképpen én szerintem nálunk a nézőszám az, hogy egy hazai meccsen átlagunk, hogy talán 7000 vagy 900 vagy 8000 ember. Most akkor ki a legnagyobb vesztes itt? És mi ugrálhatnánk a legjobban itt neki a falnak? Szóval egy kicsit higgadtabban kellene dönteni, szerintem, és többször leülni és konzultálni az egészet. Ezeknek a döntéseknek, illetve egésznek van több vesztese, elsősorban a nézők. És másik dolog a rossz döntés miatt a liga tisztasága, mert már elhangzott egy pár vélemény, majd egy egyikénben is olvastam a Cseronitől, aki foglalkozik a korrupcióval, hogy mindent megtettek azért ezzel a ötös modellal, és azzal, hogy nem esik ki senki, hogy mundázzanak azok, akik kevesebb pénzt kaptak, és lényegesen kevesebb pénzt, mint eddig, vagy utolsó hónapokban. Hát én pontosan ezt látom, és ezért is volt ez a döntés olyan, hogy egy kicsit a liga talán termeljen pénzt. Hát a fogadóirodák, a stb. Hát termeljen, a bírók legyenek egy kicsit foglalkoztatva, mert hát a néző nem hozza be pénzt, akkor mi emlékezzünk rá, hogy a világi mit mondott? Azt mondta, hogy a csapatoknak nincs olyan bevételük, ami kint lévőségben, nekünk termel valamit a néző, de most mondjuk mit termel Ruzsomberokba egy néző, egy lelátó? Mínusz nagy. Vagy mit termel Michalovcen egy nagymiában, mit termel egy stadion? Szóval ezt is meg kellene fontolni egy kicsit, hogy ez nem jó döntés. Én szerintem nem jó döntés. Mi annak fogunk örülni, hogy látunk a tévében egy meccset majd a szurkolók, és akkor egy kicsit átfordul, tele lesznek a kocsmák, lesznek, ha reméljük, hogy adja valami, ugye? Pontosan, és úgy, ahogy a világi mondta, illő megbeszélni. Egyik oldalon fel kell vinni a kluboknak a mérkőzések színvonalát, ami viszont nehéz lesz. Másik oldalon, ha magasabb színvonal lesz, akkor több pénzt kellene adni a tévéknek a jogokért, az biztos. Így van, és ez jogos kérelem a klubok részéről. Nem olyan attraktív ez a Fortuna Liga, de mégis vannak olyan mérkőzések, amik tényleg jó nézni. Hát vegyük csak Zsolna, Dac Zsolna, Slovan, emlékezzünk rá, Slovan ott, egy kicsi bírói segédlettel nyertek. De hát ez van, hát. De viszont ez nagyon-nagyon igazság, hogy egy kicsit a tévétársaság is, hogy a hozzáállása a tévétársaságunknak egy kicsit normálisabb lehetne. Lehet, hogy ezt a kérdést nem várod, egy kicsit más téma. Azt hiszem, hogy többször rá fogok kérdezni a műsorokban, hogy kapjon teret ez a téma is, mivel ma aktív vagy ottan, járási bajnokság. Hát stagnál a járási bajnokság, de már hallani azt, hogy ki lép ki, hol szűnik meg a foci. Lesz itt egy kis harakiri a járási fociba. Már úgy van, hogy a járási elsőben már egy csapat talán, nem akarok elkiabálni a nevet, de már van, aki befejezi. És úgy néz ki, hogy majd a másik osztályból fogják föltölteni. Én nekem, megmondom őszintén, egy fájó pontom, éveket lehúztam a járási fociba, és
valami kompromisszumot, valami reorganizációt, szépen jól magyarul, átszervezést kellene csinálni a járási futballba, és úgy megoldani, hogy maximálisan segíteni a klubokat, mert ha így fog tovább menni, akkor sok klub meg fog szűnni. Valami szinten olyan bajnokságot kialakítani, hogy összevonni csapatokat, de ez sem megoldás, mert lényegében itt mindenhol financiális gondok vannak. Az, hogy át fog menni a teljes amatőrizmusba, ez szinte biztos. Ez szinte biztos, ugyanúgy, ahogy Skóciában, ugyanúgy, ahol tényleg amatőr szinten művelik a focit, és majd megfizetik a játékosok, mind a fitnesscentrumban, hogy ha be akarok menni edzeni, akkor a futballpályára is, ha be akarok menni játszani, akkor meg kell fizetni azt a pénzt. Ez viszont jó dolog. Hát ez most tiszta dolog, hát pontosan. Én, ha szeretik focizni, hát jó, hát most mondhatnám, én is játszottam pénzért, és szépen fizettek. Annó többet kerestem, mint a munkába, szóval ez így van, de azok a idők elmúltak, szóval akkor még volt rá, most már nincs rá. És aki szeret focizni, én még eljárok noébalozni, ha egészségem engedi, és én is megfizetem a pályát például. Hát igen, a falusi foci azért lényegében a 90-es évek azok voltak ilyen pénzgazdag időszakok a járási fociban, de előtte és utána szerintem normális, illetve az a normális, hogy olyanok játsznak, akik tényleg játszani akarnak, és a faluba is olyan játékosok játsznak, akiket ismerik a emberek, és nem kell 500 eurót adni valakinek, vagy kiadni egy csapatért XY eurót, amire elmegy 50 ember. Nagyon jól mondod, és én nekem ma is meg is van, hogy hol romlott meg ez a járási foci. Mindig jött egy mecénás, aki a 90-es években ugye a változás után gazdagságra vagy anyagiakra tett szert. És aztán nagyon. Így, és az ego azt mondja, hogy csináljunk a faluba egy futballt, és akkor oda hívott olyan játékosokat, amikor a falusi kiszorult, abban, hogy aztán amikor tönkre ment a foci, aztán már könyörögtek a falusinak, a hazainak, hogy gyere vissza. De ezek a mecénások, és sorolhatnánk sok falut, akik ilyen voltak, a TSZ-ek telenyomták pénze, és voltak olyan fekete pénzek, amik kimondottan csak a futballra adunk, és aztán játszottak nagyon jó focisták, akiket meg kellett volna fizetni, de nem olyan pénzeket. Tehát én tudok 14 ezerről, akit keresett annó koronába, 14 ezeret egy csapatnál falusi szinten, harmadik, ötödik, ha negyedik ligában. Tehát szóval, vagy rém. És ezek azok, akik azt mondják, hogy ők a futballt csinálták, és nem csináltatok FIFA-n semmiféle futballt, hanem megöltétek a focit. Én emlékszik azért nagy meccsekre, amikor még már edzősködtem is, és a Vásárolt-tól fölkerültünk, 5. ligás meccs például, Vásárolt fekete nyék, 800 jegyet adtak el. 800 jegyet adtak el, és vagy ilyen Vásárolt Náczeg, szóval ezek voltak azok a meccsek, a 5-600 emberek jártak a meccsre, vagy Felsőpatom, Diós-Patom, ezek a derbik, Baka, Bős, ilyeneket lehet megemlíteni. Játszottak ott komoly focisták, és tényleg ligás játékosok, akiket meg kellett fizetni úgy, hogy most adja neki úti költséget, meg az, amit kell dolgozni, fölnyitották, autókapot, tehát betették a féldisznót, és akkor ilyen fizetség volt. De hát hosszú távon nem lehet olyat, hogy aki egyeneset tud passzolni a labdában, és ahogy előbb mondtad, hogy 400-500 eurót akar a játékáért, mit tudom én, első járási osztály. Agyrén. Várjuk a többi döntéseket, és hát tévé előtt, hogy mi újságírók, lehet, hogy a stadionban is meglátjuk, hogy mennyire fogják ezt korlátozni, de így is azt fogjuk kiabálni, hogy... Hajrá, Dac! Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést! Én is köszönöm!